A művészet különböző formákban gyermekkorom óta része volt az életemnek. Festés, fazekasság, színészkedés, éneklés mind természetesen jött nekem. És minden nap elmentem a konzervatórium mellett. Amikor kinyitották az ablakot, kihallatszott a beéneklés, én csak álltam és néztem őket. Aztán volt egy nagy énekverseny az összes ázsiai ország között. Elmentem a konzervatóriumba, mondtam, hogy énekelek, és azt szeretném, ha felkészítenének a versenyre. Mire mondták, hogy hallani akarják, hogy énekelek, és én énekeltem. Ez óriási élmény volt nekem. Külön díjat kaptam a versenyen, és így vettek fel a konzervatóriumba. A harmadik év kezdetén a családomnak anyagi nehézségei támadtak. 18 évesen Dubájba kellett jönnöm dolgozni, hogy segítsek a családomnak. Amikor megérkeztem Dubájba, elkezdtem dolgozni, és találkoztam más országokból származó művészekkel. Észrevettem, hogy itt sokkal többet tanulok, mint annak idején az iskolában, vagy akár az egyetemen. Akkor jöttem rá, hogy a helyemre kerültem, ahol megvalósíthatom a bennem rejlő lehetőségeket. Zenét tanítottam, és nagyon szerettem volna énekelni. Az erkélyemről a Burj Khalifára láttam. Mindig úgy néztem a Burj Khalifára, mint egy lépcsőre, amely elvezet a célomhoz, hogy énekeljek. Aztán a Burj Khalifa tetején levő egyik exkluzív bár felvett rezidens énekesnek. Olyan hírességeknek énekeltem, mint Hugh Jackman, sztársportolóknak, rockstároknak. Celebrities like Hugh Jackman are the sports stars and music stars. We're working every day singing. Minden nap dolgoztunk, különböző helyeken énekeltünk. Nagyszerű volt. Azután jött a Covid. Véget vetett minden zenének, szórakozásnak. Visszatértem a festészethez, és rájöttem, hogy jól ismerem a zene világát, a tanítást és a szórakozó helyeket is. Miért ne csinálhatnék valamit, ami ezeket ötvözi? Ahol az emberek szabadon engedhetik a bennük rejlő kreativitást, ehetnek egy jót és jól érezhetik magukat. Ez az ötlet állt az Art Femme mögött. Minden héten, minden eseményre minden jegyet eladtunk. Az Art Femme népszerű hétvégi program lett. Amikor 5 éve idejöttem, soha nem gondoltam volna, hogy cégtulajdonos leszek. Dubaj számtalan módon lepett meg, és kíváncsian várom, mit tartogat még. So I'm looking forward to what more surprises it has prepared for me.